Egyáltalán nem csoda, hogy a világ elvesztette a hitét a teremtőben és az ő szavában, hiszen annyi ellentmondás véleményem szerint semmi más írással kapcsolatban nem merül fel, mint az úgynevezett Bibliával. Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy mindenki megy a saját feje után, és ahány ember annyiféle értelmezés. Ez azonban megtévesztő szerintem, és egyáltalán nem fedi a valóságot. Abayahu a szava úgy, ahogyan akkor, amikor köztünk járt, ma is tökéletes és hibátlan világosan elmondta, hogy két darab út van, és ez nem változott azóta sem. Ez így volt, ez így van most, és ez így is lesz. Máté Jahu, vagy Máté hetes fejezetben Jahu Sáhamásiák ezt mondja. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. És szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nem véletlen az, hogy rögtön ezek után a sorok után így szól. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Megmutatja azt is tehát, hogy miért van ez a kettősség. Van egy széles út, amin a világ jár, és mi is jártunk egykoron, és van a keskeny út, ami a szűk kapuhoz vezet, ami végeredményében az örök élet. A proféták tehát azok, akik közvetítik ezt a két utat és ezt a két végkifejletet akár tetszik, akár nem, akár elfogadja valaki, akár nem, mindkét végkifejlethez szüksége van az embernek tanítókra. Azokra, akik elvezetik őt oda. Nekem ugyanúgy, ahogy mindenki másnak szükségem van ezekre az emberekre. Érdemes tehát az embernek körültekintően megválasztani azt, akire hallgat. Az írások szerint egyáltalán nem mindegy, hogy mi az, amit az ember gondol, mond, vagy pedig ahogyan viselkedik. Ugyanakkor szerintem relatíve egyszerű ez az egész képle. Mindaddig, amíg valaki azt csinálja, ami le van írva, és ahhoz ragaszkodik foggal, körömmel, az szerint rendezi az életét, addig biztonságban van. Mindenki, aki mást mond, az pedig hazudik. Ez utóbbi csoportba tartozik a Krisztus szeretete egyház. Már most rögtön itt az elején el szeretném mondani, hogy én nem útálom ezeket az embereket, nem haragszom rájuk, nem kárhoztatom őket, és nem kívánok semmi rosszat nekik. Éppen ellenkezőleg. Én csak is kizárólag azt akarhatom, amit Abba akar. És ez így is van. Jehezikája ki a 18-as fejezetben, a 23-as versben ezt mondja Abba Hát kívánom, a kívánom én a gonosznak halálát? Nem. Inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Pontosan ez vezérel engem is, amikor ezeket a videókat készítem. Tisztában vagyok azzal, hogy az igazság sokszor fájdalmas, és azzal is, hogy lehet ezt így is, úgy is előadni. A végeredmény azonban attól függetlenül még ugyanaz. Ez pedig Hosea négyes fejezetben, a hatos versben nagyszerűen össze van foglalva. Elvész az én népem, mivel hogy tudás vagy tudomány nélkül való. Ez de át ismeret, tudás, megismerés, információ, ahogy mi használjuk. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy ez lexikális tudás, vagy akadémiai tudás, akkor a téved, és Abba el is magyarázza, hogy mi az, amiről ő beszél. Mivel, hogy elfeledkeztél Elohim törvényéről, ami Tora, az ő tanítása, én is elfeledkezem a te fiaidról. Ezt olvashatjuk a 9-es versben, de úgy jár a pap is, mint a nép. Megbüntetem őket az ő utaikért, és megfizetek neki cselekedeteiért. A probléma olyan egyszerű, hogy egy versszakba belefér. Elvész a népem tudomány nélkül, és elfeledkeztél a toráról. Azt gondolja valaki, hogy megváltozott azóta a helyzet? Hogy Ábájahua megváltozott, mikor megmondta, hogy ő nem változik meg? Mikor tudjuk, hogy Jahusáka a szó volt az, aki a világot teremtette, és ő ugyanaz, volt, van, és lesz mindörökké? Hát akkor hogy változhatott meg ez az egész? Elmondom, hogy hogy. Úgy, hogy nem változott meg. Az ember megy a saját feje után, és oda megy, ahol azt mondják, amit ő hallani akar. Jesiáhu vagy Ézsaiás 30-as fejezetben a 8-as versben ezt olvashatjuk. Menj most, írd ezt táblára náluk, jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságú örökre. Mert pártötő népez, megtagadó fiak, kik nem akarják hallani Jahú a törvényét. Ez pedig ismét csak Tora, ez a törvény tanítás, oktatás, útmutatás, képzés, utasítás, instrukció, magatartás, viselkedés, vagy pedig szokás. Ez a probléma mindig is ez volt. Nem akarják hallani Jahuának törvényét. Kik ezt mondják a látóknak, ne lássatok, és a profétáknak ne profétáljatok nekünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, profétáljatok hazugságot. Hagyjátok el az utat, térjetek le az ösvényről, vigyétek előlünk Izraelnek hatalmasságát. Azt szeretném bemutatni, hogy ez nem egy új szituáció, amiben vagyunk. Az ember mindig is a saját feje után akart menni, mindig is arra hallgatott, aki azt mondta, amit ő hallani akart. A Krisztus szeretete egyház pedig azt mondja, amit a legtöbb ember hallani akar. Nem törölte el, hanem betöltötte és ezzel gyakorlatilag eltörölte, és már nem kell foglalkozni semmivel, mert ő mindenkit szeret, mindenkit elfogad, és csak élnünk kell úgy, ahogy akarunk, mert már úgy is, hogyha mondogatjuk, hogy hiszünk, ott vagyunk a sinek. Ami végül is igaz is. Csak nem biztos, hogy ilyen formában kellene ott lennünk. Ez a videó, ahogyan a cím is mutatja Varga István a megvallás csapdái című idézőjelbetett tanítása alapján készült. Hallgattam néhány videóját, azt kell, hogy feltételezzem, hogy amik itt elhangzanak, azok Mérvadóak úgy általában véve arra nézve, hogy mi is az, amit a Krisztus szeretete egyház képvisel. Az egész előadás egy imádsággal kezdődik, ezzel kapcsolatban egy dolgot hagyj meg. meg. beszédek, vagy Mésli 28-as fejezet 9-es így szó, valaki elfordítja az ő fülét a torának hallásától, annak könyörgése, vagy imádsága is egy útálatosság. Attól tartok, hogy nem vesszük elég komolyan azt, ami le van írva, hogyha azt mondjuk, hogy a tanák, vagy az úgynevezett ószövetség az hasznos tanításra, intésre, feddésre, jobbításra, ahogyan a Saul írt a Timóteusnak, akkor mi a helyzet ezzel a verssel? Akkor ez nem jó tanítása, intése, jobbítása, nevelése? Ha pedig ez már nem igaz, akkor hogy mondhatjuk azt, hogy az úgynevezett szövetség és az úgynevezett ószövetség harmóniában áll egymással, mikor ez a kettő szöges ellentétben áll egymással? Ez vagy igaz, vagy nem igaz. Nekünk vagy hallanunk kell, a torát, és ez sem már, ami azt jelenti, hogy ha figyel, de engedelmeskedik is, és értelmez megért, úgy, hogy a hallott dolgot képes hallani, megérteni. És aztán azt csinálja természetesen, kit érdekel, hogy ki hallgatja, az a lényeg, hogy ki az, aki csinálja. Szóval vagy valaki hallgatja és csinálja a torát, vagy pedig az ő könyörgése, vagy imádsága, egy útálatosság lesz. Szóval mit mond az ezekről az emberekről? Ja, vagy ez ilyen 20-as fejezet, 11-es vers, így szó és adám nekik az én parancsolataimat, ami huká, vagy rendelet, és az én törvényeimet, vagy ítéletek, mi kijelentém nekik, melyeket az ember, ha cselekszik, akkor él azok által. Él, jól él, boldogul, vagy életben marad, feléled, tovább él, újjá éled, meggyógyul, felgyógyul, vagy egészséges lesz, életre kell, megújít, vagy pedig serkent megment a haláltó, megelevenít, visszaad az életnek. Értető? Ha valaki ezeket cselekszi, a törvényeit, a rendeleteit, az ítéleteit, akkor az életre kell, az meg fog gyógyulni, az felgyógyul, az lesz egészséges. Szóval felmerül a kérdés, hogy miért nem ez az, amiről itt szó van folyamatosan állandóan? És hogyha nem erről van szó, akkor mi az, amiről szó van? Sőt, hát ha azt mondja, amit most mond, hogy lehetséges az, hogy ennek ellenére nem olvasnak fel soha abból, ami tulajdonképpen az ő szava, amit az igének hívnak, ami az úgynevezett ószövetség, vagy pedig a tanák. De hallgassuk meg, hogy mi az, amit mond. Köszönjük, atyám, és tudjuk, hogy a te igéd az világosságot ad nekünk, és oktatja az együgyüt. Atyám, a te igédre, a te világosságodra van szükségünk, azért, hogy növekedjünk, azért, hogy mindazokat az áldásokat, amelyeket te az egyszülött fiadban, a Jézus Krisztusban elkészítettél nekünk, hogy mindazokat birtokba vegyük hitáltal, hogy növekedjünk te benned, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Szóval, ha ez így van, akkor hogy lehetséges az, hogy ők azt hirdetik, hogy már nincsen tóra és nincsen törvény, és ha bárki, a tanákból idéz, akkor az törvénykezik, vagy akkor az egy farizeus. Ez egy rejtély szerintem mindenki számára, aki valaha gondolkodott már ezen. De hát ez nem van írva, hogy ez lesz, sőt, hát ez volt. Mivel enép szája közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem. Ez a tisztel egyébként kabed, úgy, mint hogy nehéznek, vagy súlyosnak lenni. Megbecsülni őt, csak a szájával, a szíve pedig távol van tőle. Úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Csak szájjal közelget ez a nép hozzá, de a szíve távol van tőle, azért, mert nem azt csinálja, amit a meghatározott az ő gyermekeinek. Onnan lehet felismerni az ő gyermekeit, hogy hallják, értik az ő szavát és azt csinálják. Olyan, aki mondogatja, olyanból rengeteg van, én már hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy meghökkentő dolgokat hallhatok az úgynevezett keresztényektől, de itt van egy, ami azért még ezek közül is kiemelkedő. Hagy mutassam meg. A bűn megvallás csapdái. E, azt se tudom, honnan kezdjem, egész, egész héten a Bibliámat bújtam. Még olyat is megtettem, amit már elég rég tettem meg, hogy a Mózes harmadik könyvét, mind a 27 fejezetet oda-vissza, vissza-oda elolvastam. Oda-vissza, vissza-oda elolvasta Mózes harmadik könyvét, és ezt már nagyon régen tette ő meg. Az durva. Tudjátok, ez az a fejezet, ahol össze vannak ragadva a lapok a Bibliádban. Össze vannak ragadva a lapok a Bibliádban, mert soha nem olvasod. Azért, mert Sahú Galatákhoz 3 meg 5 fejezetet olvasod csak, meg Rómaiakhoz írt levelet, az kész. Ennyi az egész. Hát ki olvasa szívesen ezt? Én, én, nem hiszem, hogy van valaki. Ki olvasa szívesen ezt? Ez az ember egy úgynevezett pásztor, egy keresztény lelki pásztor, vagy egy vezető, akinek az lenne a feladata, hogy terelgesse és legeltesse Jahua bárányait. Szóval ő már nagyon régen csinált ilyet, hogy olvasta volna a Torát. Nézzük, hogy mi az, amit ér ez a Tora, ez Dabarim 17-es fejezet. A 18-as versben ezt olvashatjuk, a 17-es fejezet 18-as versben a királlyal kapcsolatban. És mikor az ő országának király székére ül, írja le magának könyvbe e torának mását a lévita papokéból, és legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni a huát, a te elohimedet, azért, hogy megtartsa e torának minden igéjét és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje. Fel ne fuvalkodjék az ő szíve, az ő atyafiai ellen se el ne hajoljon a parancsolattól jobbra vagy balra azért, hogy hosszú ideig éljen az ő országában ő és az ő fiai Izraelben. Ez az, amiről beszél itt Varga István, hogy ő ezt olyan régen nyitotta ki, hogy össze vannak ragadva a könyvébe a lapok. Egy ember, akinek az lenne a feladata, hogy ezt tanítsa meg a többieknek, hiszen Elméletileg ő az, aki érti ezt, ő az, aki vezeti a népet, neki kellene ezt, ami jó intése, feddése, jobbításra, az igazságban való nevelésre és üdvösségre, ez a szöveg, ami gyakorlatilag a teremtő szava. Ezt kellene neki tanítani az embereknek, de ő olyan ritkán olvas, hogy össze vannak ragadva a lapok az ő könyvében. Persze, hogy nem tud ilyeneket, mint ami ide van leírva, mert soha nem olvassa. Ezért az emberek sem tudják, akik őt hallgatják hogy Dabarim 5 Mózes 31-es fejezetben ezt olvashatjuk, és megparancsolá neki most, egy mondván a hetedik esztendő végén, az elengedés esztendejének idejében, a sátorok ünnepén, ez ugye szukhot, mikor eljön egész Izrael, hogy megjelenjék Jahó előtt, a te Elohimed előtt, azon a helyen, melyet kiválaszt, olvasd fel e torát az egész Izrael előtt fülük hallására. Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat, az asszonyokat, a kicsiket, a te jövevényedet, aki a te kapuidon belül van, aki nem Izrael, ezért mondja azt, hogy a te jövevényed, ami nem más, mint ger, idegen, jövevény, nem benszülött, azaz nem izraelita, hogy hallják, tanuljanak, és féljék Jahuát, a ti elohimeteket, és tartsák meg, és teljesítsék e tanításnak, oktatásnak, útmutatásnak minden igéjét. Mit mond egyébként ha Hamásiák, hogy nehogy az legyen, hogy én állandóan csak az Ó szövetségből idézek? Matityahu 19.16, amikor hozzájön egy ember és megkérdezi, hogy mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, ő pedig azt mondja, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. És ez már új szövetség, lehet, hogy ő akkor nem kapta meg az üzenetet? Jézus nem kapta meg az e-mailt, hogy már eltörölték a parancsolatokat, ő meg jön, megy körbe-körbe az emberek között. Azt magyarázza, hogy az örök életet úgy lehet megnyerni, ha valaki megtartja a parancsolatokat, utána meg felsorolja neki, hogy melyikről van szó, és ez ráadásul az összes, hiszen a tíz parancsolat magába foglalja az összes többit. De mutatok még valamit. Varga István itt azt mondja, hogy három mózest olyan ritkán olvassa, hogy össze vannak ragadva a lapok az ő könyvében. A megváltó, akinek a neve szerepel az ő egyházukban Krisztus azt mondja, ezeket ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne téj, tiszteld atyádat és anyádat, és szerest fele barátodat, mint te magadat. Gondolkozzon el mindenki azon, hogy hogy lehetséges, hogy az az ember, aki tanítja, vezeti Jahua nyáját, akinek az lenne a feladata, hogy a keskeny úton a szűk kapóhoz elvezesse őket, olyan ritkán olvassa három mózest, hogy össze vannak ragadva a lapok a könyvében. Jahus a hamásiák meg innen idézte, mikor azt mondja, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki az örök életet megnyerje. Ma 3 Mózes 19.18, bosszú álló ne négy, haragot ne tarts a te fia jelen, hanem szeresd fele mint magadat, én vagyok Yahua. Kérdés az volt, hogy hogyan lehet örök életet nyerni, mire Jahusa Hamásiek azt válaszolta, hogy szeres fele barátodat, mint te magadat, idézett abból a részből, ami össze van ragadva ezeknek az embereknek a könyvében, mert olyan ritkán olvassák. Közben úgy tűnik, hogy abban van benne az örök életnek a titka. De nézzük, hogy mi az, amit még mond, mert egészen elképesztő dolgokat lehet hallani. és annyi halleluját mondtam soronként, hogy talán annyit soha. Soha nem mondott annyi halleluját, mindjárt el is fogja mondani, hogy miért. Hihetetlen. Tehát, hogyha nagyon hálás akarsz lenni az úrnak, ha nagyon szeretnéd, hogy a szívedből őszintén föltörjön a, a hála, akkor olvasd végig a Mózes harmadik könyvét. Olvasd végig a törvényt. Olvasd végig a törvényt, ha hálás akarsz lenni, mondjad el fel a hallelujákat, miért. És mindig azt mondtam, hogy hálelúja, uram, hálát adok neked, hogy mi szabadok vagyunk ettől. Hát ti szabadok vagytok, az lehetséges. Csak nehogy a végén meglepetés érjen mindenkit, aki most szabad ettől. Egy pásztor, akinek a feladata az, hogy legeltesse Jahua nyáját, azt mondja, hogy ők szabadok a törvénytől, és milyen jó, hogy nekik ezt már nem kell csinálni, és olyan ritkán olvassa azt, hogy össze vannak ragadva a lapok. Hát akkor mi a tragikus, hogyha nem ez. Másik korintusi, másik fejezetben így és Aul, mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják Elohim szavát vagy igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Elohimből szólunk, Elohim előtt, Jahusá ha másiákban. Halleluja! Ez az, amire azt kellene mondania, hogy halleluja, és hálát kellene adni Jahuának azért, hogy megmutatta, hogy mi az, amit ő akar. Hogy egyértelművé tette, hogy mi az az útmutatás, oktatás, mi az az életforma, vagy életmód, vagy magatartás, vagy életvitel, amit ő elvár az ő fiaitól és lányaitól. Úgyhogy nekem bárki, bármit mondhat, idézhet akárhonnan, számomra ez a könyv az elejétől a végéig egy üzenetet hordoz. Tartsd meg a parancsolatokat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből szeres vele barátodat, mint te magadat, és így meg fogod találni a szűk kaput, a keskeny úta. És Saul ugyanezt állítja itt, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint amilyenek legtöbben, akik meghamisítják Elohim igét. Rengetegen, bőségesen, számos, sok ember, hatalmas, erős. Arról beszél, hogy rengeteg ember van, aki meghamisítja Elohim igét. Üzérkedik egyébként üzletel vagy csencsel. Nem azt mondja, hogy meghamisítja, hanem azt mondja, amit a Szent István verzió fordít, mi nem tartozunk azok közé, akik Elohim tanításával nyerészkednek, hanem őszintén Elohimből beszélünk. Persze, hogy egyszerű százakat, meg ezeket, meg tízezreket megnyerni egy ügynek, mikor az semmiféle változást nem fog előidézni az ember életében? Természetes, hogy az népszerű lesz az az út, ezért hívják széles útnak? De mi nem nyerészkedünk ezzel, mi nem próbálunk meg haszonra szert tenni, mi nem próbálunk meg üzletelni vele, nem változtatjuk meg azért, hogy a saját céljainak megfelelő legyen, hogy a saját életmódunkkal harmóniában legyen, hogy kényelmes legyen, hogy egyszerű legyen hanem azt csináljuk, ami le van írva, amit ő akar. Ez a legegyszerűbb. Még annyit hagyd tegyek hozzá, 5 Mózes Deberim 27-26 így szól. Átkozott, aki meg nem tartja, ez útmutatásnak, oktatásnak, tanításnak, képzésnek, viselkedésnek, életmódnak, igéit, hogy cselekedje azokat, és mondja az egész nép. Amen. Szóval akkor mikor változott ez meg? Mikor fordult ez meg 180 fokos fordulattal? Mikor lett abból, hogy aki nem tartja meg a törvényt, az egy átok, az, hogy aki megtartja a törvényt, az átkozott. Mert ez az, amiről itt Varga István beszél. Ezt csak zárójában jegyezném meg, és tényleg nincsen semmiféle hátsó szándékom. De ha ránéz erre a képre mindenki, akkor láthatja, hogy nehéz lett volna összeszedni egy ennél homogénebb társaságot. Hogy ez mit jelent, azt nem tudom, de valamit biztos. Néha jót is mond egyébként, ez éppen egy ilyen szakasz, Hát a Bibliának a szövegkörnyezetéből. El kell olvasni az elejét, el kell olvasni a végét, meg kell nézni, hogy miről szól ott az, az a terület. Ugye arról beszél, hogy a szövegkörnyezetből vagy a kontextusból lehet igazán megérteni, hogy egy bizonyos szó pontosan mit jelent, ugyanis az eredeti nyelven több jelentése van a szavaknak, egyébként magyarban is így van ez. Ezután így folytatja? És nagyon szeretem kielemezni, úgyhogy nézzük a bűnbocsánatnak a, a jelentését. Arról beszél, hogy nagyon szereti kielemezni a szavakat a Bibliában, és megnézni a szöveg környezete. Azután belemegy a bűnbocsánat kifejezésbe, és érdekes módon még ezt is mondja. És ezért előfordulhatnak a Szentírásban olyan ö, szavak, olyan kifejezések, amit ö, kivettek a szövegkörnyezetből, és nem az a fordítás került oda. Aminek ugye kellett volna, amiben pontosan igaza van aminek oda kellene kerülni. És éppen ezért én nagyon-nagyon szeretem megnézni, főleg a görögöt nagyon szeretem megnézni. Főleg a görögöt nagyon szereti megnézni. És a lehetősége van ö, mindenkinek. Persze, hiszen ők nem olvassák az Ószövetséget, vagy a tanákat, ami héberül van, tehát nekik azt nem kell megnézni. De nézzük, hogy az az ember, aki azt mondja, hogy ő alaposan utána szokott nézni, különösen a görögben, hogy mi is a szövegkörnyezet, és mi is az eredeti szó, nehogy kicseréljék azt, Mit mond Jahukanon vagy János első fejezet 17-es versről? De a saját szavaival inkább megmutatom. János evangélium első rész 17-es igeversénél kezdjük. Nagyon jó ismert igevers, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Oké, okay, azt mondja, hogy mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jahusá Hamásiák által lett. Szóval, ha ő annyira alaposan utána néz, akkor tudhatná, hogy a pedig az nem szerepel az eredeti írásokban. Itt látható egyébként a bizánci kódexből a görög verzió, ahol szintén nem szerepel a pedig vagy de. Tehát nem az van odaírva, hogy a kegyelem pedig és az igazság Jehúsá Hamásiák által lett, hanem az, hogy mert a tora vagy a törvény Mosé által adatott, a kegyelem és igazság Jehúsá Hamásiák által lett. Azt mondhatnánk, hogy ennek nincsen jelentősége. Ez csak egy egyszerű kötőszó. Kit érdekel, hogy ott van? Ez azonban egyáltalán nem igaz. Megmutatom azt is, hogy miért nem mindegy. Ez arcanum.hu és a pedig kötőszóról van szó. Nézzük a hármas jelentését. Ellentmondó állítás kapcsolására és a szembeállítás erős hangsúlyozására. Negyedik, rendszerint önálló mondatban, az előzményekkel szemben álló, nekik Ellentmondó állásfoglalás kifejezésére. Mindezek ellenére mégis már pedig. 5. a szembeállítás, illetve az ellentét erősebb kiemelésére nyomósító szóként. 8. az ellentét a szembeállítás erősebb hangsúlyozására rendszerint így körülírható mondat értékével, és ez érthetetlen, szokatlan, különös, mert bár holott. Ha mondatrészeket vagy szavakat kapcsol össze, akkor szembeállítás, illetve az ellentét erősebb kiemelésére nyomósító szóként. Láthatjuk tehát, hogy a pedig az valamiféle ellentmondást fejez ki a két tagmondat között. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy ott van-e a szó, vagy nincs, de egyébként nincs ott. Úgyhogy, ha nincs ott, akkor már ezzel a lendülettel ki is hagyhatnánk. De ők minden alaposságuk ellenére nem hagyták ki, hanem ugyanúgy ott van, helytelenül, mint ahogy a könyvekben megtalálható. Én egyet találtam így nagy hirtelen, egy verziót, amiben nincs benne, ez pedig az amerikai standard verzió, és ez az a rész, ahol hiányzik. Ugye itt nem adták hozzá azt, hogy pedig angolban általában ugye a but vagy de az, amit betoldotta. Gondoljon bele mindenki, hogy mennyi ilyen és ehhez hasonló toldás, kihagyás, elferdítés lehet ezekben az írásokban. Ki lesz az, aki erre felhívja a figyelmünket, hogyha azok, akiknek ez a feladata lenne, ezt nem teszik meg? Sőt, olyan valótlanságokat állítanak, mint amit most hallhatunk. Mózes által. A törvényt Isten adta, de hogy fölhívta Mózes-t a Sinai hegyre, írt neki egy levelet, azt elküldte hozzátok. Ilyen jó súlyos levél kőtáblán, nem hozzánk, hanem Izrael népéhez. Isten nem személyesen adta nekik oda a törvényt, hanem Mózesnek adta. Isten nem volt ebben jelen, úgymond személyesen. azt mondja, hogy a teremtő nem volt jelen személyesen a törvény átadásában. Mindenki döntse el saját magának, hogy mi az, amit gondol a Krisztus szeretete egyházról, Varga Istvánról, az ő tanításukról. Én nem azt mondom, hogy utáljuk ezeket az embereket, vagy lenézzük, vagy hagyjuk ott. A lényeg nem ez, hanem az, hogy mi az, amit ők mondanak, és azzal szemben mi az, ami le van írva. Varga István azt mondja, hogy ebben személyesen nem vett részt a teremtő. Ezzel szemben sem ott 32-es fejezetben ezt olvashatjuk. Megfordul azért, és megindul a Mosé a hegyről, kezében a bizonyság két táblája. Mindkét oldalukon beírt táblák, mind egy felől, mind más felől beírva. A táblák pedig Elohim kezének csinálmányai valának, az írás is Elohim írása vala, kimetszve a táblákra. Legnagyszerűbb az egészben, hogy ez a kéz szó, ez nincsen benne. A táblák pedig Elohim csinálmányai. Ez a csinálmányes cselekedet tett. Cselekvés mód. Foglalkozás, foglalatosság, munka, alkotás, következmény, termés. Ezek a táblák Elohim alkotása volt, az ő munkája volt ebbe benne. Ő cselekedett, és ezett a termése, az írás pedig az ő írása volt. Ez táb, Írás, vagy pedig kézírás? Ez Elohim kézírása volt rajta azokon a táblákon, ez az ő alkotása, vagy az ő műve volt. Ő vette a fáradtságot, hogy teleírja azt a két táblát, odaadja Mózesnek, hogy aztán ő kézbesítse azt az embereknek. Sőt, hát, hogy mennyire nem volt benne, arról olvashatunk egyébként Tehelim vagy Zsoltárok 138-as fejezetben, a palotát palutát felé hajolok s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. Szó, beszéd, megnyilatkozás, ez emerách, Elohim beszéde, tudnélik, a Tóra. Minden nevén felül magasztalta az ő szavát, az ő Tóráját. Ezt írja Dávid, aki legeltetni fogja majd a népét, mint pásztor, a királyságban Jahusá Hamásiákkal együtt. Ezzel szemben azt mondani, hogy ez ebben nem volt benne Elohim, a teremtő, a törvényben, ez csak egyszerűen úgy oda dobta Mózesnek mellékesen, hogy csináljon valamit vele, nem tudom. De elég bizarú hangzik. De hát természetes, hogy úgy hangzik, és azt kell, hogy mondjam, hogy a kereszténység pontosan erről szól. Tudom, hogy nehéz megérteni az embereknek, és ez a gondolkodás lehet, hogy valamennyire kifacsart, de próbálkozzon mégis mindenki. A kereszténység egy vallás, ami Jézus Krisztus nevű Isten tanításaira épül. Ez a Jézus Krisztus valamilyen furcsa módon azonos az atyával, meg a szent lélekkel, de mégsem ugyanaz. Ő maga Isten, akinek gyakorlatilag nincsen szabálya, mindenkit szeret és elfogad úgy, ahogy az ember van. Ez a kereszténység, annak ellenére, hogy persze ők nem ezt mondják, de a cselekedeteik megcáfolják ezt. Minde mellett létezik egy valódi megváltó, akinek a neve Jahusá Hamásiák, Jahua megment, ő volt a felkent, ha másiák, aki a teremtő szava, mellesleg ugyanaz a szó, amit leírt egy kőtáblára, hiszen ő volt az, aki átadta ezt Mosénak, aki megpróbálta az egész világot újra éleszteni ebből a halából, amiben volt 2000 évvel ezelőtt. Aki megpróbálta megértetni a világgal, hogy ő eljött azért, hogy egy tökéletes áldozat legyen, hogy eltörölje a bűneinket, a múltbeli bűneinket, áldozatot vállaljon a tudatlanságban és gyengeségben elkövetett bűnökért, de Elohim szavát, a Torát, ami a szövetség Feltételrendszer és szabályzata megerősítette, nem hogy eltörölte, hanem megerősítette, megújította a szövetséget. Ez a két út, amiről szó van. Isten, az öreg Isten, Jézus Krisztus, a széles út, a tágas kapuhoz vezet, ami a halál. Jahuscha másját pedig elvezet a keskeny úton, a szűk kapuhoz, ami mögött ott van Abajahua aki a világosságok atya, akinél nincsen változás, a változásnak árnyéka, és aki maga az élet és a szeretet. Ez a két nézet küzd egymással az emberek elméjében, és tulajdonképpen az emberek lelkért, vagy azért ne fesért, ami az ember. Szóval a probléma az, hogy ilyenek, mint ez a pedig itt marad, így Varga István képes szembeállítani a torát, Jahusák Hamásiák által elhozott úgymond kegyelemmel. De ha kivesszük onnan, akkor egy egész más értelmét találjuk meg ennek a mondatnak. Mert a Torah Mosei által adatott, kegyelem és igazság jahusa Hamásiák által lett. Nincs ellentmondás a kettő között, a kettő nem zárja ki egymást, a kettő egymás mellett párhuzamosan működik, ahogyan mindig is működött. Nem is kell messze mennünk, ha valaki azt mondja, hogy kegyelem nem volt, az előbb olvastuk fel, csak lehetséges, hogy át siklottunk fölötte. Hodes helyed felé hajolok, vagy hodes palotád felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért. Ez hesed. Szeretet, jó akarat, jó indulat, kegyelem, kegyesség. Szóval kegyelem mindig is volt, ez nem egy újdonság. Ére van írva, Jahua nevét magasztalja Dawid, az ő kegyelméért Hesed, és Emet, a biztonságért, amit nyújt Jahua, a stabilitás, az állandóság. Hiszen ő nem változik, lehet tudni, hogy az ő szava ilyen volt, mikor a helyre fölment, lejött, közbe ide vándorolt, oda vándorolt, ez meghalt, az meghalt. Teljesen mindegy, a világ megváltozott. Jahua nem változik meg, ez az, amiért ágya és magasztalja David az ő nevét, mert állandó, és azért, mert kegyes, hűséges, őszinte, igaz. Szóval, amikor azt mondja Varga István, De mi a helyzet? A kegyelem pedig és az igazság Jézus által lett. Akkor nem a teljes igazságot mondja el az embereknek, hiszen a pedig nincs ott. Ez a, ezek a dolgok nem állnak szemben egymással. Szóval, a kutató, amikor éppen úgy kívánja meg a helyzet, hogy megerősítse azt, amit ő mondani akar, és nem kutató, amikor nem. Ezért lehetséges kialakítani azt a filozófiát, hogy a törvény az egy személytelen dolog, amit egy küldönc által küldött el, míg az úgynevezett kegyelem és az igazság az Jahusa Hamásiák által lett, ami egy személyes kapcsolat, ez az, amit most elmond. Ez már egy személyes dolog. Eddig is személyes dolog volt, az előbb néztük meg, hogy mi az, amit Dávid mond. Azt mondja, hogy Jehusá Hamásiák által lett. Nézzük, hogy mi az, amit ír. Kodes, palotád felé hajolok, s magasztalom nevedet, miért? Kegyelmedért és igazságodért. Kegyelem és igazság Jehusá Hamásiák által lett. Hát akkor most Jehusá Hamásiák által lett, vagy már volt, mert Dávid is arról írt, itt van. Akkor ezekről a dolgokról miért nincsen szó ebben a tanításban? Egyértelmű, hogy minden, amit mond Varga István, az téves. Természetes ahhoz, hogy az ember teljesen megértse ezt az egészet, ahhoz fel kell dolgozni azt, hogy két királyság volt. Jahusa Hamásiák idejében az északi és a déli királyság, és a déli királyság az, aki az úgynevezett zsidók, akik Jeruzsálemben éltek, az északi királyság pedig szétszórva a többi népek közé, szóval a kegyelem végül is rájuk is vonatkozott, hogy visszafogadja őket Abba az ő házába de ebbe most már végképp nem szeretnék belemenni. Inkább hallgassuk meg még ennek a filozófiának a végét. Ez már egy személyes dolog. Teljesen más dolog, hogy én küldök neked egy levelet, vagy írok neked egy levelet, vagy írok egy törvényt neked, vagy teljesen más dolog az, amikor elmegyek hozzád, és egy, egy személyesen tudunk beszélgetni. Végül is nem személyesen jött el, hogy ha arról beszélünk, hogy az atya volt az, aki aki a törvény, már pedig az övé a törvény, Ábjahu az, aki mindenek fölött áll, a fiú nem azt jelenti, hogy ő személyesen jött el ide, elküldte a küldöttét, ugyanúgy, ahogy elküldte Mózest, akkor. De ez sem kell, hogy elhiggye nekem senki. Ez, de 18-as fejezet, 15-ös vers így szó, profétát támaszt neked, Jahua, a te Elohimed, te közüled, a te atyád fiaid közül, olyat, mint én, azt hallgassátok. Olyat, mint én. Tehát az nem igaz, hogy az egyik személyes kapcsolat, a másik nem. Azt mondja Mózes, hogy olyat, mint én. Jahusá, ha jár, olyan volt, mint Mózes. Egy közvetítő megújította a szövetséget, de a bűnért való áldozatot megváltoztatta azt az áldozati rendszert, ahogyan az ember a bűnéért fizet. Ha valaki nem hisz Mosénak vagy Mózesnek, akkor hallhatja Jahuától, a 17-es versben Jahua pedig monda nekem. Jól mondták, amit mondtak? Profétát támaszok nekik az ő atyafiai közül, olyat, mint te. És az én igémet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok neki. És ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon. Akkor szerint Jahusá nem hozhatott semmiféle új törvényeket vagy rendszert, az előbb mondta meg Jahua, hogy az én igéimet adom a szájába, az én nevemben szól. Megmond nektek mindent, amit parancsolok neki. Itt vannak az ő igéi abban a könyvben, ami Varga István bibliájában össze van ragadva. Olyan ritkán van lapozgatva. Hát akkor csoda, hogy az emberek nem értik és kóvájognak a világban. Ezek miatt a téves tanítások miatt, hazugságok, megtévesztések miatt az emberek bolyongnak a világban tudatlanul. Miközben ilyen dolgokat hallhatunk. Mi a kettő között a különbség? Hogy van egy élő kapcsolat, ez személyes. Jézus eljött közénk. Amúgy is ott volt, nem? Hát ott volt a hegyen, odaadta nekik az ő kőtábláit. Sőt, az emberek azt mondták, hogy nem is megyünk közel ehhez a hegyhez, mert ott van Jahua, még a végén valami bajunk lesz. Nem akarom túlságosan hosszúra nyújtani, ezért majd visszatérünk még ehhez a videóhoz a későbbiekben. Bízom abban és remélem, hogy értető az, amit mondani szerettem volna, és Érthető az, amit minden egyes alkalommal próbálok csinálni, amikor ilyen videókra kerül sor. Cél az, hogy az, amit elmondunk, összhangban legyen azzal, amit Abajahua mond. Amit ő akar, amit ő helyesnek, és amit ő jónak vagy igaznak tart. Minden más filozófia, teológia, meg bölcselkedés vagy elmélkedés. Dönts el mindenki magának, hogy a Krisztus szeretete egyház és Varga István tanítása melyik kategória? Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallujá és shalom!